Január 23-án mutatják be a Túl a Maszat hegyen című zenés darab bábszínházi változatát a Harlekinben. Az alkotás, illetve próba folyamatról Veres András rendezővel, illetve Bábinszky Ágnes és Sóvári Csaba bábművészekkel beszélgetünk. Sziasztok, köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok, sziasztok! Sziasztok! Többek között pacaszörnyek és kalózok is állják majd a hősök útját. Na de kik igazából a hősök? Mi ketten vagyunk Ágival egyébként a hősök. Igazából, hogyha úgy vesszük, én vagyok a megmentője Áginak, aki levelet ír nekem Andrisnak. Maszat Janka ír egy levelet Andrisnak, hogy szörnyű nagy gondban van ő és az egész Maszathegyen túli népség, és kell neki egy kis segítség, hogy kiszabaduljon, és hogy a paca ne emészen el mindent, mert eddig is erről szól a nagy hős tettem, hogy majd kimentem a Maszat Jankát, és megmentem az egész Maszathegyen túli népséget, legalábbis hát nagyon remélem, igen, hogy ez majd meg fog valósulni, de igazából hogyha úgy vesszük, ketten is, tehát hogy együtt is, együttesen is hajtunk végre tetteket. Szóval nem csak én vagyok az, aki csak hősködik, hanem azért Maszat Janka is javában hozzátesz ahhoz, hogy mégis végbe mehessen ez a csoda, ez a hőstett. Nehogy, hogy elnyomnál, Ági. Nem hagyja. Andris, miért ezt a darabot választottad? Volt-e valami különleges mondanivalód esetleg azzal, hogy ezt szeretnéd megrendezni? Több ok is van, próbálom rövidre fogni. Az egyik az, hogy hát Varró Dánielnek ez a könyve, ez már túlzás nélkül állítható, hogy ez már divatosan szólva kultikus státuszba került. Az egyik, ami nagyon fontos, és kicsit túl is nyúl a színházi jelentőségén, hogy ez egy verses mese eredetileg. És az a tapasztalatom, hogy iskolás korban a gyerekek egyre jobban távolodnak el a verstől, mint formától, idegenkednek időnként a lírától, hogy azt így elemezni kell, azt leosztályozzák. És Varró Dániel meg olyan szépen ülteti át a klasszikus versformákat, a teljesen beszélt mai fiatalok, a fiatalok által beszélt nyelvre, hogy talán kicsit ilyen missziószerűen közelebb hozzuk hozzájuk a lírát, ez az egyik, ami szerintem nagyon fontos, és ez, ami elhangzott, hogy ezek a hőstettek és hősi történetek olyan szépen és kedvesen van megírva, hogy a pátosz nélkül játékosan, és ami viszont a gyerekközönség számára szerintem nagyon fontos, hogy két gyerek a főszereplő, tehát nem egy királyfi, nem király kisasszony, hanem Andris, aki az eredeti mesekönyvben Muhi Andris, a második B-ből, és Maszat Janka. Tehát ez a fajta rácsodálkozás nagyon szépen megtalálta a szerző, hogy a gyerekek a felnőttek világában hogyan tudják az akaratukat érvényesíteni, és nem hagyják magukat sodorodni az egymásnak ellentmondó, és néha felnőttek a saját világukba bezárkózó különböző szándékaitól. Tehát én az az érzésem, hogy ez nagyon gyerekeknek való ebből a szempontból, hogy két igazi húsvérgyerek a főszereplő. Nem kell azonosulni királylányokkal, ahogy mondtad, ugye, vagy király kisasszonyok, meg királyfika, hanem valóban akár a szomszéd gyerek is lehet, ugye? Már ennél ravaszabb Varró Dániel. Maszat Jankáról elnézést, hogy elárulom a titkot, kiderül, hogy királylány, de számára is meglepetést okoz. A harmadik ok, hogy a bábszínház szempontjából, hogy egy annyira furcsa világot teremtett a szerző, hogy itt együtt léteznek valóban pacaszörnyek, amik bármilyenek lehetnek, de vannak állatok, kalózok, beszélő seprük, vödrök, és ez a bábszínháznak a legideálisabb világa, amikor egy húsvér kislány beszélget egy vödörrel, sőt a vödör még énekel is, és hát ez a bábszínháznak a legideálisabb terepe szerintem. Tehát ez a három ok, ami miatt úgy érzem, hogy érdemes volt belevágni a Maszathegybe, és van még egy plusz egy ok, akkor is elmondom, hogy azért ez egy musical, ezt sok helyen játszották, és a Harlekin Bábszínház társulata tehetségileg is, de mert ez egy nagyon, ez egy könnyed műfajnak tűnik, de az egy borzasztóan kemény színészi technikát igénylő műfaj, megbolondítva még bábokkal is, tehát énekelni, táncolni, bábozni, prózát mondani, és úgy érzem, hogy ez a társulat erre
maradéktalanul alkalmas és képes, és meg tudja valósítani. Tehát ilyenkor ezt is figyelembe kell venni, hogy megvan-e hozzá a felkészültség, és itt megvan. Megvan. És milyen bábtechnikát alkalmaztok? Ugye most láthatóak a bábok, amik csodálatosak. Egyáltalán ki készítette ezeket? Igen, ugye a bábszínházban mindig a legfontosabb társalkotó az előkészületben a báb és díszlettervező, hiszen minden egyes bemutató egy új univerzum. Trifusz Péter képzőművész tervező tervezte a díszleteket, bábokat, és hát hűen végül is Varró Dániel 1000 forrásból származó ötleteihez. Mi is sokféle technikát próbálunk itt ötvözni, vagy nem is tán próbálunk, hanem sikerül is. Tehát ez, amit Európában bunraku bábnak szoktunk nevezni, ami egy, ezt amikor többen mozgatják és hátulról irányítják a bábot. A főszereplők bábok hatalmas fejekkel, de van még egy rövid árnyjátékos jelenet is. Tehát többféle bábtechnikát próbálunk egységbe hozni, és szerintem talán sikerült is. Melyik okozza a legnagyobb kihívásokat? A különböző technikát. Mind. Állandóan csapatban vagyunk egyébként fel a színpadon, ami fantasztikus, de nagyon nagy koncentrációt igényel tényleg mindenkitől. Azért én úgy veszem észre, hogy most már mondhatjuk azt, hogy a főpróba héten vagytok, tehát ugye gyakorlatilag ez a legzaklatottabb része egy próba folyamatnak, ha mondhatjuk ezt, de úgy nem vagytok nagyon megzakkanva, szóval, hogy ilyen jókedélyűek a próbák, nem? Vagy igen. Nagyon, igen. Szóval, hogy ezt én tapasztaltam belülről is, amikor dolgoztunk együtt, de hogy azért itt nagyon egymásra tudtok hangolódni. Szóval ez egy ilyen jó hangulatú próba, ugye? Jól igen. Gondolom? Igen. Meg és ezt mondja szomorúan. Igen. De tényleg ez jó? Igen. Annyira egyetértek veled, és olyan jó egyébként ez is, amit mondtál, hogy milyen jó ez a kis csapat, és hogy én is azt érzem, hogy bármikor számíthatnék a kollégáimra, hogyha elfelejtem a szöveget, nem jövök be a színpadra, nincs bent a bábom, tudom, hogy mindig van ott valaki, vagy a takarásba, vagy kinn a társalgóból berohan, és kapcsol, és hozza a bábomat, és mondja, besúgja a szövegemet. És olyan jó egyébként ezzel a társulattal ilyen szinten, ilyen spirituális szinten együtt létezni is. És hát mondjuk az éneklés sem áll tőletek messze, hiszen azért van saját kórusotok is, igen. Ugye? És ezért is gondolom, hogy azért ez a része nem olyan problémás nektek. Összerakni nyilván mindent, az azért nehezebb, ugye Ági? Igen, mindig aktuálisan kell felkészülnünk, de a kórus az állandó jelleggel van nekünk az egész év során, és ez rengeteget jelent, egy alapfelkészültséget. Természetesen utána, hogyha akár egy operett vagy egy musical, az mást igényel akkor, abban a pillanatban, de alapunk mindig van. András, rendezőként hogyan látod a Harlekin csapatát? Ugye korábban is dolgoztál már velük. Igen, én is ezt, amit az imént elhangzott, ezt megerősíteni tudom. Igen, tehát itt nagyon erős a társulati szellem, és egy ilyen munkában ez nagyon fontos. Tehát az itt szerintem az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy az egyéni képességek, amik szintén nagyon erősek, és mindenki nagyon jól tudja használni azokat a képességeit, amik vannak. Nagyon erős, hogy az előadás egészében gondolkodik mindenki. Tehát de előfordul színház, hogy én legyek jó az előadásban, de én azt látom, hogy itt mindenki a nagy egészben gondolkodik, a végeredményben, hogy az egész előadást tudjuk együtt működtetni. Tehát, hogy, és itt tényleg, mint hogy az elégtornász elkapja az éppen szaltózót a trapézról, így működnek ők nagyon sokszor, amikor itt még meg kéne fogni a bábnak a lábát, itt be kéne hozni egy vödröt, és hogy mindezt úgy, hogy együtt lélegezve az előadással, tehát én ezt tartom talán a sok közül az egyik legnagyobb erényének ennek a társulatnak. Akkor valószínű jössz még ide majd rendezni. Ha hívnak, akkor mindenképpen. Tényleg egy mondatban, hány éves kortól ajánljátok a darabot? Ez talán fontos. Vagy ez is 0-tól 99-ig? Hát a 0-t azért kevés, miután azért ez egy verses szövege a Varró különböző utalgatásokkal. Iskolás kortól viszont 99-ig, mert minden réteg, minden korosztály megtalálja azt a réteget szerintem benne, amit őt szórakoztatja. Mert hát ez egy két felvonásos musical, tehát a legkisebbeknek idő
korlátai is talán vannak, de iskolás kortól mindenképpen. Bármeddig. Hát akkor január 23-án vasárnap irány a Harlekin Bábszínház, és nézzük a Túl a Maszat hegyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és még nagyon jó munkát a hátralévő időben nektek. Köszönjük szépen.